Együttműködő partnereink a Sajgó Családi Pincészet Tolcsfabor Kft., valamint a Serfőző és Társa Kft. Volt. Műsorunk főtámogatója a Boeing BT, a hideg-meleg burkolás specialistája. És a pelikan.hu Kft. Online repülőjegy és szállásfoglalás. Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Natur Erős Emberek Magyar Bajnoksága B kategóriás versenyével, amelyet Pilismaróton ezen a csodálatos kis településen rendeztek. 5 versenyző indult ezen a versenyen, többségével már megismerkedhettek kedves nézőink a korábbiakban. Vörös József, Uzsák Ádám, Danicser Ferenc, Molnár Mihály és Fekete Miklós, akinek az édesapja Fekete László természetesen itt ül mellettem, és ő fogja elmondani majd Önöknek, hogy ennek a versenynek igazából mi volt a jelentősége ezeknek a többségében fiatal versenyzőknek. Köszöntelek, Laci! Köszönöm, én is köszöntök mindenkit. Hát nézem ezt a kis csodálatos képeket a településről itt a Duna partján, nagyon szép kis csendes kis helyen tudtuk megrendezni ezt a B-kategóriás versenyt. Nagyon vártam ezt a versenyt, mert ugye ebben az évben a B-kategóriások nem igazán jutottak szóhoz, mert szinte nemzetközi versenyekkel volt megtüzdelve ez az év, és ugye kényszer pihenőre vonultak, ki 6 hónapra, ki 7, ki talán többre, és vártam, hogy eközben milyen munkát ül bele a fejlődésébe, ugye a legközelebbi találkozása, ami itt jelen pillanatban lesz, és tényleg olyan előjelekkel jöttek a fiúk, telefonbeszélgetésre hivatkozom, hogy Laci bátyám, erősebb lettem, jaj, így edzek, úgy edzek, na mondom, akkor ez egy csodálatos verseny lesz. És ugye hát itt többek között a Uzsák Ádám, Danicser Ferenc, akit most itt látunk, ugye az ő teljesítményükre nagyon kíváncsi voltam. Itt már Misi, mint ugye újonc, igaz második versenye, mert Sümegyen ott volt, de én nekem meglepetés volt az első sümegi versenye, őt is nagyon vártam. Hát Józsit már ugye többször láttuk a B kategóriában, volt is győztese, Ádám is volt ugye E kategória győztese, úgyhogy hát itt Lackó pedig nekem, mint versenybíró segítkezett. És vártam a fiúkat tényleg, meg hát a fiamat, a Mikit, aki úgy szólván rábeszéltem, hogy induljon tényleg ezen a versenyen, mert ő is, hála Istennek, elég jó adottsággal, alapokkal rendelkezik, amin én elgondolkodnák az ő helyébe ugye a jövőre való tekintettel, de hát itt nem csak őróla volt szó, hanem a többi 5 fiúról, úgyhogy tényleg nagyon vártam ezt az összecsapást, és elképzelhető, hogy ugye majd a jövő nemzedékei, hát itt egy csodálatos kis bevezetést látunk. Nagyon várta tehát mindenki ezt a versenyt, mind a helyi lakosság, a közönség és Fekete László is. Ezek közül a fiatalok közül, most Vörös Józsefet kivéve, mert ő ugye a húzóerő itt ebben a csapatban. Szóval a fiatal versenyzők közül ki az, akiben te esélyt látsz arra, hogy már a jövő évben a nagyobb nemzetközi versenyeken is jó eredményt érhessen el? Hát név szerint itt látható Ádám, ugye Uzsák Ádám, akkor Molnár Misi, Danicser Feribe is látok jövőt. Hát meg ugye, hogy említettem a Miklóst, ugye, hogy rábeszélni, vagy esetleg saját döntésével, mert rábeszélni igazándiból nem akarom, nincs elő. Hát ő bennük azért látom azt, hogy az A kategóriában rövidesen fel tudnak csatlakozni, és aztán ugye ott látva a teljesítményt, reméljük, hogy csodálatos eredményeket el fognak érni, akár mellettem, vagy akár különállóan. És ehhez persze verseny lehetőségekre van szükség, ez volt tehát a jelentősége, az egyik jelentősége ennek a mai eseménynek, amelyben a golyósor emeléssel kezdenek a versenyzők, 100-110-120, illetve 130 kg-os golyókról van itt szó. Ez sajnos most Uzsák Ádámnak nem sikerült, 3 golyót sikerült feltennie a golyósor emelés során 23 másodperc alatt, és ezzel 3 pontot szerzett ebben a versenyszámban. Hiába tesz meg mindent, ez már nem sikerül. Igen, meg mondjuk el, hogy itt a gyakorlatot lehet látni, hogy ugye eltolt egy kicsit az állványt, de ismét megismételjük azt, hogy nem segíthet a kellékes, a segítő jelen pillanatban a Laci azt, hogy az állványt masszívan megfogja, mert a versenyző rá van kényszerítve, hogy saját erőből oldja meg, így az állványt ugye tilos
alá tolni esetleg a golyó alá, vagy kitámasztani. Hát itt Misiről beszéltem, ugye, ami sümegen a várjátékokon ugye velünk volt, ott már nekem meglepetést okozott ez, hogy eddig a 130 kilós golyóig eljutott újonc létére, ami teljesen ott találkozott a tárgyal először, és ezt megismételte itt. Én azt mondom, hogy aki ezt már kétszer meg tud csinálni valamit, az már benne van, úgyhogy ennek nagyon örülök. Hát Vörös József nem újonc már, ő egyébként a Lega csapatban 45 évével, 175 kg-jával és 193 cm-ével mind a három kategóriában ő viszi a prímet a versenyzők között. Hát a Józsi azért tegyük hozzá, hogy a dicséretet érdemel az, hogy igazándiból ő a saját maga szórakoztatására csinálja ezt a sportot, és másodlagos neki a úgy szólván az elért helyezés. Nyilván, ha már megszólal a sipszó, akkor előtérbe helyezi a helyezést is, de állandóan ott lebeg az, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni, és szerintem ez egy egészséges felfogás is, és a fiatalságnak egy jó üzenet, hogy ebben a korban is lehet fejlődni, lehet csinálni, lehet szépen dolgozni, úgyhogy megérdemli a dicséretet. Igen, ő az, aki példát ad itt a fiatal versenyzőknek. Az előbb ugye láthattuk Molnár Mihályt, például még csak 18 éves. Tehát van kitől tanulni még. És ott tegyük hozzá, volt neki egy kis térd sérülése, ami szerintem egy picit őt azért visszavetette, de ennek ellenére nagyon szépen dolgozott. Három golyót sikerült felraknia, most pedig Danicser Ferenc következik, aki 35 éves, 178 cm magas és 130 kg-a súlya. Ő is komótosan közlekedik a golyók között, hiszen itt azért, aki nagyon-nagyon jó formában van és rutinos versenyző, annak érdemes szaladni és az időre figyelni, a többieknek pedig talán egy kicsit több értelme van, komótosan jól felkészülve a gyakorlatra, az energiát nem pazarolva, mint ahogy itt láthattuk Danicser Ferenctől, aki most kezdheti előről a golyó emelését. Igen, ezen ott is ugye csodálkoztam ezen a dolgon, hogy a 100-110-et szépen megoldotta szinte készszárból, erőből, és ugye 120-ast végül is ő féltette már elsőre, csak egy picit kellett volna lökni neki rajta. Igen, egy pillanatnyi kihagyás volt. Így van, picit kellett volna neki rajta, és hát ugye ez örületes energiát vesz ki, főleg egy rontott gyakorlat. Egy pillanatnyi kihagyás ezeknél a súlyoknál már nagyon komoly következményekkel járhat, és akkor még a sérülés veszélyről nem is beszéltünk. Fekete Miklós következik, ő 19 éves, 183 cm magas és 100 kg. Hát Mikiben, ő benne is azért megvan egy ilyen született adottság, egy ilyen őserőfél, ami mutatja is a teljesítményét, azt hiszem. Hát ez majd az ő döntése lesz, hogy továbbiakban csinálja, vagy nem. Nagyon szép gyakorlatot csinált. Molnár Mihály nyerte ezt a versenyszámot, 4 golyót sikerült felrakni a 26 másodperc alatt, míg Fekete Miklósnak ez 28 másodperc alatt sikerült. Azok a kedves nézőink, akik korábban is velünk tartottak már a korábbi adások kapcsán, tudják, hogy a kerékforgatás következik most. Itt ebben az esetben egy 300, illetve egy 400 kg-os kerékről van szó, amelyet kétszer-kétszer kell megforgatni. Most Danicser Ferenc kezd ezzel a gyakorlattal. Hát igen, ez szokványos szám, általában a versenyen mindig a második szám szokott lenni, ebben az esetben is, szintén így van. Hát majd jövőre azért majd kicsit megszínezzük a dolgokat, mert már vannak olyan új számok, amiket majd bedobunk a jövőre nézve tekintettel, de még ez az év lemegy így, és azt hiszem, hogy még jó is, hogy így megy le, mert azért ez hülyen tükrözi azért az erő jelenlétét a fiúkban. Hát szépen csinálta végül is Feri, mert a kettőt behozta a kötelezőt, ugye 300 kilóba két forgatást, ugye 400 kiló az nehéz. Nehéz, de hát azt hiszem, hogy a jövőre nézve őnek is lesz megoldhatatlan feladat ez. Jól látszik, hogy 100 kg micsoda óriási különbség a két kerék között, hogy amíg az első könnyedén ment, addig a második nem sikerült Danicser Ferencnek. Így van. Hát Józsinak kötelező, ugye?
Független attól, hogy amit említettem az első számnál, egy kis tért fájdalomakkal érkezett ide, ami ugye hát sportoló ember tudja, hogy azért valami kicsi fájdalom van, már az ember nem úgy viselkedik, mint épp egészségesen, legalábbis pszichésen. De hát azért ő tudta, hogy ezt a feladatot hozni kell ahhoz, hogy neki dobogós reményei, vagy esetleg a győzelemre reménye legyen. Ez egy kötelező érvényű gyakorlat volt részére. Amelyet 39 másodperc alatt teljesített, most pedig Uzsák Ádám következik, neki tehát 39 másodpercnél kell gyorsabban megforgatni két-két alkalommal ezt a két kereket. Igen, hát Ádám jó erőben van amúgy is, és ő tudja, hogy a golyó emelés ugye nem az erőssége, és nem ment annyira jól, tudta, hogy a többiben hozni kell magát ahhoz, hogy a versenyt megnyerje, vagy a dobogon ott legyen, más választása nem volt. Tudta, mire képes, szép gyakorlatot csinált, úgyhogy megérdemelt ez a gyakorlat utáni pontok. Szép gyakorlatot és gyorsan hajtotta végre ezt a feladatot, hiszen 26 másodperc alatt sikerült a négy forgatást véghez vinnie, most pedig Fekete Miklós következik, először a 300, aztán a 400 kg-os kerékkel, és itt is nála is látszik, hogy micsoda különbség 100 kg. Igen. Hogy megfogni is sokkal nehezebb ezt a kereket, nem beszélve arról, hogy megemelni és aztán átfordítani. Így van. A tengelyén. Így van. És még mi lenne, hogy edzene is? Úgyhogy legalábbis én tudom, úgyhogy hogy érkezett erre a versenyre, úgyhogy ezért néztem ezt a gyakorlatot olyan szakmai szemmel neki, és le a kalappal előtte, hogy küzd, és hát ő neki azt hiszem, hogy egy intő példa erre, hogy a következő évben hagyja magát ehhez a versenyhez, akkor sokkal több edzésre van szükség. De én azt hiszem, hogy ez a egy gyakorlat, ez kellett, hogy hozza, mert le a kalappal előtte küzdő képesség előtt. Három forgatás sikerült neki tehát, most pedig Molnár Mihály következik. Talán emlékeznek, Uzsák Ádám 26 másodperc alatt, Vörös József 39 másodperc alatt forgatta meg négyszer a kereket. Ők lehetnek tehát az ellenfelek Molnár Mihály számára. Így van. A Misit én szerintem én titokban azért majd, ahogy az idő itt állik, hát nyilván nem egy-két hétről van szó, lehet, hogy hosszú évekről, de én azt hiszem, hogy egy nagyon jó versenyző fog belőle lenni, mert én észrevettem, hogy őrületes akaratáról küzdeni tudás van benne, és ebben a sportban ez azért meghatározó. Úgyhogy én a jövőre nézve szerintem nagyon jó sportoló lesz belőle. Ebben a versenyszámban a harmadik helyen végzett, 40 másodperccel, második helyen Vörös József, az első helyen pedig Uzsák Ádám a 26 másodperces időeredménnyel. Így áll ebben a pillanatban a verseny, Molnár Mihály, illetve Uzsák Ádám állnak holt versenyben az első helyen az összetetben, most pedig a piramis cipelés következik. És hát beszéltünk az előbb Molnár Mihályról, ő 18 éves, de hát az erősportágakban nem a 18 éves kor az, amikor a csúcson kell lenni a versenyzőknek. Tehát az, amit mondtál, hogy évek munkájával ő még nagyon-nagyon magas szintre eljuthat. Így van. Én ezt veszem legalábbis észre benne. De ezt ott tegyem hozzá, hogy ez vonatkozik a Ferire, az itt látható Ferire is, a Danicser Ferencre, a Miklósra. Úgyhogy ez szinte elmondható mindenkinek, aki itt indult, és hát nyilván majd a befektetett munka fogja eldönteni, hogy ki viszi előrébb. Hát itt Ferit látjuk, azért tegyük hozzá, hogy azért is új 200 kg. Itt mivel emelgette, de hát így emelgetve ugye nagyon rossz vinni, ezért meg is állítottam a dolgot, már a végén már csúsztatta, nem emelte meg. Amíg megemeli, addig jó, csak hát az idő megy vele. Ugye hát itt Mikit látjuk, ami nekem meglepő volt ez a gyakorlat, hogy azért egy kétmázsás gólával ilyen csodálatosan elment vele. Hát ez egy maradandó beérkezés a célba. De hát ez el... Hoppa, már mindjárt megjött a segédcsapat is, úgyhogy berendezték a pályáról, mivel nem kívánatos volt már ott utána, úgyhogy nagyon jó, ügyes gyakorlat volt.
Én azt hiszem, hogy mindazoknak, akik érdeklődnek ezután a sportág után, érdemes ezt a versenyt végignézni, mert a korábbi nemzetközi versenyeken azt láthattuk, hogy többnyire minden gyakorlat flottul ment a versenyzőknek. Itt azonban végigkövethetjük azokat a stációkat, amiken egy versenyzőnek végig kell menni addig, míg odáig eljuthat, hogy egy nemzetközi versenyen el tudjon indulni, hogy hogy tud fejlődni, hogy mik azok a pontok, ahol meg tudja emelni a súlyt, aztán el tudja vinni pár méterig a súlyt, aztán utána már végig tud menni vele 25 métert. Szóval itt csodálatosan látszik az a folyamat, az a fejlődési folyamat, amin egy versenyző keresztül megy az évek így során. Van, így van, így van. Így van, hisz azért is van, hogy B kategória. Ez nem a versenyzők úgy szólván lealacsonyítása, hanem igenis, ezeken a létrafogokon át kell menni. Hát itt Józsit már azért látni, hogy igazándiból itt már a kis tért sérülése azért már jobb a hatása van, kicsit megfejelte sajnos. Az ideérkezés pillanatánál már jóval rosszabb, de hát nagy küzdő azért ő tud küzdeni. Meg hát hadd tegyem hozzá azt, hogy itt láttunk gyakorlatokat, és érdekes, és itt a nézőknek is gondolom feltűnik, hogy nagyon ritka az ember, akinek szinte minden megy. Na most itt láttuk a fiúkon, hogy például van, akinek ez megy nagyon jól, ebben már ugye alig tudott teljesíteni, és ez színesíti a dolgot, és ezért vannak azok a keresztbeverések, azok a pontvadászatok egymás ellen, és ugye meghatározó sorrendet ez alakítja ki nyilván, hogy kinek hogy megy. Nagyon szépen vitték a fiúk, és tegyük hozzá, hogy 200 kilót. Ez a versenyszám tehát Fekete Miklósnak ment a legjobban, Uzsák Ádám volt a második helyezett, és itt láthatjuk az összetett verseny állását három szám után. A negyedik versenyszám pedig a lengősúly cipelés lesz, 300 kg-os súlyt kell 25 méteren keresztül elvinni, amiben hát többször megbeszéltük már, az egyik legnehezebb feladat egyensúlyban tartani ezt a súlyt, hiszen láthatjuk, hogy ha ez nem sikerül, akkor ütődik, verődik a súly mindegyik irányba, és ez bizony nehézzé teszi nagyon a gyakorlat végrehajtását. Igen, ezt jól látod, és nagyon jól mondtad el. Csak hát én itt sajnos kételem voltam ezt a gyakorlatot leállítani, mivel eleve a szabályzat kimondja, hogy a súly nem érhet le a altalajra, és a Ferinél ugye már keményen lecsapordott itt a lefújás pillanatában, úgyhogy ő neki már itt csak a méterek számoltak. Hát itt Józsin, itt a gyakorlat, amiről beszéltem, hogy ugye nem érhet le a súly, ezt maga biztosan kell vinni, hát ő ezt csodálatosan megoldotta is, és ugye az a pont nagyon jó volt, amit ezért kapott. És tegyük hozzá még egyszer, hogy egy komoly tértsérüléssel, láthattuk az előbb, hogy milyen fájdalmai voltak Vörös Józsefnek, ennek ellenére csinálta ezt a versenyszámot végig. Itt is leért a súly, gondolom, igen, ezért érvénytelen a gyakorlat. Igen, de egy én... Kicsit, hogyha magasabbra állították volna, akkor kevésbé ért volna le a... Hát igen, épp ezt akartam mondani, én ezért lassítottam le itt a szövegbe, hogy nem magasabbra, alacsonyabbra kellett volna állítani a versenyzőnek, amiben élhetett volna, hát is mondtuk, hogy a testmagassághoz ugye be lehet állítani, hát ott van a stift, lehet látni a furatokat, hogy ezen még örületes 15-20 centi mélységet el lehetett volna érni, és érdekes, hogy a versenyzők vagy elfelejtették, vagy kiment a fejükbe, vagy a versenyt rúgta, és mindegy, hogy most mire fogom, hát sokan nem éltek vele. Ugye, és hát Mikit most itt nézem, és ott is nagyon döbbenet számomra, hogy ő ezzel a tárgyal először találkozott, és mondhatom azt, hogy nagyon magabiztosan szépen vitte, nem ért le a súly. És hát ezért érdemes harcolni, mert itt például már két versenyzőt megfogott vele. És ebben a versenyszámban Vörös József nyert, 25 métert sikerült elvinnie ezt a súlyt, úgyhogy ő végzett ebben a versenyszámban az első helyen, összetettben pedig Uzsák Ádám vezet ebben a pillanatban. És ez az utolsó versenyszám következik most, a lépcsőre cipelés, ami ugye attól mindig a legizgalmasabb száma a versenynek, hogy itt bizony még, hogyha vannak kérdések, akkor azok eldőlhetnek mindenképpen. Most Danicser Ferencet láthatjuk, 150, illetve 200 kg-os súlyokat cipelnek fel a versenyzők a lépcső tetejére. Igen, ez így, ahogy elmondtad, ez egy olyan szám, amin itt borulhat őrületes sok dolog. Ezért
az írá pont, én mindig úgy hívom ezt a versenyszámot, mert tényleg helyezések függnek tőle. És hát nem utolsó sorban, amit a nézők is látnak, hogy ide már úgy érkeznek a versenyzők, hogy ugye négy gyakorlaton túl vannak, és mondhatom azt, hogy fáradtan. Ennek ellenére még bevetik az utolsó tartalékukat. És hát az előbb ugye láttuk Ferit, Dani Cser Ferencet, aki arra törekedett maga, hogy a gyakorlatot meg tudja csinálni. Hát itt Misi egyértelműen tudta, hogyha ő dobogós helyen akar végezni, akkor ezt a gyakorlatot valahogy meg kell, hogy csinálja. De hát én azt mondom, hogy írjuk ezeket a sikertelen emeléseket a fáradtság robására egy-két versenyzőnél természetesen, de én azt mondom, hogy a jövőre nézve azért ez sokkal jobb lesz. Hát például itt van Misit, ő már elméletileg 6-szor itt a második lépcsőfoknál beleemelt, végül is ebben súlyban, ezt a 15 centis emelkedési ilyen dugattyú mozgást megcsinálta. Na most ezt kiszámoljuk, azért ez egy érvénytelen gyakor, ez őrületes energiát égetett ki belőle, hát nyilván rovására ment a előre menetelben. Hát ezért ugye ő neki egyértelműen ezt fejleszteni kell, ezt a féle gyakorlatot, ez irányú munkát többet kell csinálni, a felhúzást, az emelést. És hát ugye itt látjuk Józsit. Hát Józsinak ez úgy szólván valahol kötelező egy gyakorlat, független attól, hogy itt már szerintem kínlódik a térdel, mert ezt szeretném látni is, és ő nem azon emberek közé tartozik, aki úgy szimulálgat. De meg kell, tudta, hogy meg kell csinálni. Hát ő benne ugye megvolt ehhez az erő is, megvan ehhez a tömeg is, úgyhogy ezt a sérülés ellenére végig kell csinálni, ami azt hiszem, hogy így összegében ez egy csodálatos gyakorlat. Sikerült tehát nekem 8 lépcsőfokra fölvinni a két súlyt, most pedig Fekete Miklós következik. És hát, ahogy mondtuk, ennek a gyakorlatnak borzasztóan nagy a jelentősége, hiszen ha csak azt nézzük, hogy Molnár Mihály és Vörös József között ez az utolsó versenyszám döntötte el a végső sorrendet, akkor mindez igazol minket, igazolja azt, amit korábban mondtunk. Igen. Hát itt még itt láttuk, ez engem meglepett, hogy azért ahhoz képest, hogy most még jelenleg nem sok munkát ül bele, nagyon csodálatosan teljesítette ezt a gyakorlatot. Hát ugye Ádám ugye a trónkövetelő, vagyis a visszatrónkövetelő, hisz ő már volt B kategória ugye győztese, holtversenyes győztese, itt nem a holtversenyt akarta, hanem szólóban, és ő tudta, hogy mit kell csinálni, jó erőben van, megérdemli. Én azt mondom, hogy megérdemli, és újra bizonyította azt, hogy igenis egy kategóriával följebb lehet lépni. És ő már tudott figyelni az időre is, hogy a lehető leghamarabb tudja végrehajtani ezt a gyakorlatot, így aztán ő az, aki 19 másodperccel nyerte ezt az utolsó versenyszámot is, és hát ahogy láthatjuk, Vörös József azzal, hogy ilyen jól teljesített, itt följött a dobogó harmadik fokára. A második helyen pedig Fekete Miklós végzett, itt pedig Uzsák Ádámot láthatjuk, a győztest. Vártam ezt a versenyt különben, ezt a B-kategóriás versenyt, mert ugye itt Molnár Misi csatlakozott hozzánk, fiam, a Miki, a kisebbik is csatlakozott, ő csak belekóstolás szinten, hát ahhoz képest viszont csodálatosan teljesített, de ugye az embernek kevés közben jön meg a létvágya, nem lepődnék meg rá, azt mondanám Miki ezek után, hogy ő is csinálni akarja, de hát ez az ő dolguk, én se a Lacira, se a Mikire, senkire nem erőltettem ezt a sportot, nem is szabad. Gratulálok nekik, lenyűgöztek a fiúk, főleg azért, mert azt mindig hangoztatom, őrületes küzdeni tudás van ezekben a gyerekekben. És én hiszem azt, hogy ezek közül egy-kettő olyan lendületet fog kapni menet közben, hogy szép nemzetközi sikereket érhet el. Egész biztosan így lesz, hiszen ma láthattuk ennek a sportágnak az utánpótlását, azt hiszem meg lehetsz elégedve, Laci. Nagyon meg vagyok elégedve, és remélem így lesz, ahogy elmondtuk. Köszönöm, hogy velünk voltak, a viszontlátásra. Reméljük, jól szórakoztak, viszontlátásra. Műsorunkat támogatta a Szapanan Kft., a Szappé Aloe Vera üdítőitalok importőre, valamint a terméknagydíjas Füri tésztaipari Kft. Kellemes ünnepeket kíván az Erma Lakás Textiláruház. Együttműködő partnerünk a 4 csillagos Balneo Hotel Zsúri termális wellness szálloda a kikapcsolódásra vágyóknak.